Ahogy az elmúlt években, ugye az idén is különböző ajándékokkal teszik szebbé az egyetem polgárai, a Tusnádfürdői Szent László Gyermekvédelmi Központ lakóinak karácsonyát. Kapcsoljuk Tusnádfürdőt, ahol ott van Kolozsvári Tibor, az intézmény vezetője, és ott vannak a gyerekek is a háttérben, ha jól látom. Jó napot kívánok, szervusztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Nos, hát ugye hamarosan karácsony, most még ugye az advent időszakában vagyunk. Hogyan várják a lakók, hogyan várja ön a karácsonyi ünnepeket? Hát élve a szólásszabadság jogával, a szó jóra való használásának a jogával, elmondom, hogy ez a hat esztendeje működünk együtt a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek, dr. Kortai András rektor úr személyes támogatása révén, illetve hát a dr. Horváth József nemrég leköszönt főtitkár úr segítségével, továbbá Búzás Beáta segítségével, aki földink, működik ez az együttműködés, melynek köszönhetően az elmúlt hat esztendő alatt úgy 500 ajándékcsomag érkezett a Szent László Gyermekvédelmi Központ gyermekei számára, és hát számos egyetemista, számos önkéntes óra vállalásával igyekezett szebbé, jobbá tenni az életünket. Hát karácsonyra készülve én azt látom, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársai nem csak csodálják, nem csak méltatják a jót, hanem meg is cselekszik. És hát azért, hogy egy kicsit lássák, hogy kik azok, akikkel ez a sok jót tették. Ugye a háborúban nem a nyilvesszőket számolják, ilyen értelemben nem a kiment e-mailek, telefonhívások, megtett kilométerek számát számoljuk, hanem annak a jelentőségét szeretnénk kicsit visszajelezni önök számára, amit jelentett számunkra ez az elmúlt hat esztendő alatt a Közszolgálati Egyetemmel való együttműködésünk. Én arra gondoltam, hogy egy néhány gyermek bemutatkozik, hogy önök is lássák, hogy kik azok, akiknek érkeznek az ajándékok. Igen, mert ugye itt névre szóló ajándékok vannak, ha jól tudom. Igen, minden gyermek névre szóló ajándékot kap. Úgy, ahogy a Jóisten is személyesen szól hozzánk, minden gyermek személyes ajándékot akkor, kap. Akkor néhány gyermeket megkérünk, hogy mondja el, hogy ők hogy élik át, vagy hogy élik meg a karácsonyt és ezt a fajta ajándékozást. Zsolt, épp át szóval mutatkozik. Én Gábor Zsolt vagyok, 15 éves, 8. osztályos. Hát úgy kerültem ebbe az alapítványba, hogy otthon voltunk, a szüleink ugye veszekedtek, alig voltam úgy 2 éves. A nagyobbik testvérem, aki olyan 6-5 éves lehetett kb., ő vigyázott ránk, ugye gondoskodott rólunk. Édesapám és édesanyám veszekedtek, ezért édesanyám ott hagyott bennünket. De viszont ugye úgymond árvák voltunk, édesapám dolgozott, nem volt sokat otthon, és úgy Tűz bácsi hozott el ide minket. Hogyan várod a karácsonyt? Mit jelent számodra az ünnep, és nyilván jól esik ajándékot kapni, milyen ajándékot szeretnél, vagy vársz? Hát jó kapni is, de viszont jó adni is. És hát most ugye egy ilyen sportrendet kértem karácsonyra. Viszont a tavaly ajándékomnak is nagyon örvendek, nagyon hálás vagyok érte, és köszönöm szépen. Adjuk át a szót akkor egy kislánynak is. Kislánynak? Szibike. Engem Gába Szidóniának hívnak, 13 éves, 7. osztályos. Rajtam kívül van 3 testvérem. Én úgy kerültem ide, hogy anyom és apom beszereztek. Anyom elvitt Balánbányára. Mi még nagyon kicsik voltunk. Anyom felhívta Tibi bácsit, hogy van 4 szép gyermek, közülük egy nem tud beszélni, az én voltam. Tibi bácsi eljött értünk, és én még kerültem ebbe a házba. A tavaly ajándéknak nagyon örültem, sokat használtam,
Idén egy kapusznis felsőt kértem. Én nekem az a legfontosabb a karácsonyban, hogy otthon a családommal együtt ölhetem a karácsonyt. Meséljétek el nekem azt, és akkor ebben a Tibor segítségét is nyilván kérem, hogy hogyan telik a szenteste, a szentestét követő napok ott az otthonban. Az én nevem Bocskor Imre, 15 éves, 8. osztályos. Én úgy kerültem ebbe a Szent László Gyermekvédelmi Központba, hogy anyu betegnyugdíjas, és nem tud dolgozni, akkor így kerültem ide. A tavalyi karácsonyra kértem egy karácsonyfát, és nagyon örültem neki, és anyukámnak is örömet hozta. Akkor arra azt kérném még egyszer, hogyha lehet, akkor mondjátok el, hogy hogyan telik a karácsony. Arra kérdésre próbáltam válaszolni, hogy hogyan telik nálunk a karácsony. Nagyon megrendítő volt számomra a tavaly Imrének a nagy lelkűsége, hogy nem volt neki gyermekkorában a családban otthon az édesanyjával közösen élve, karácsonyfa nem volt otthon. És nem saját magára gondolt, hanem az édesanyjára arra, hogy örömet tudjon szerezni ő neki. A karácsonyt mi valahogy így ünnepeljük, hogy egymásnak örömet próbálunk szerezni, egymás javait próbáljuk szolgálni. Kicsit példát véve az Úr Jézus Krisztusról, aki törődött az emberre. Mi is törődünk egymással. És olyan megrendítő szintén az is, hogy ugye 800 kilométer van Budapest és Tusnádfürdő között, és hogy 800 kilométerről vannak, akik törődnek a mi bajunkkal. Mennél inkább törődnünk kell mi nekünk, azokkal, akik közvetlenül mellettünk élnek. És talán ez lenne az üzenete, a legnagyobb érték abba az együttműködésben, ami a Szent Ferenc Alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között zajlik. Ez az üzenete talán, hogy törődjünk egymással a legközelebb, hozzánk legközelebb élőkkel, mert hogy vannak, akik 800 km távolságból is képesek Személyes találkozások egyébként voltak az elmúlt években az egyetem polgárai, az ajándékozók és az ajándékozottak a gyermekek között? Több alkalommal voltam a gyermekek kíséretében is, egyébként fogadott a rektor úr is az irodájába, a főtitkár úr is, többször meglátogattuk. Olyan is volt, hogy Budapesten lévén a gyermekekkel, hát elindultam, hogy 20 gyermekkel Budapestre, hát hol aludjunk, mit tegyünk, hogy legyen, mint legyen. Volt, hogy a kollégiumba vendégül láttak bennünket. Nagyon sokat segítettek, és sokféle gondunkra, bajunkra odafigyeltek az elmúlt évek folyamán, melyet igaz tisztelettel és szeretettel köszönök az egyetemnek. A gyermekek egyébként készülnek-e külön valamivel, vagy egymást megajándékozzák-e, vagy egymást köszöntik-e ilyenkor? Nemrég volt a Szent Miklós ünnepe, és elég sok mindent kaptak a gyermekek. Olyan büszkeség számomra elmondani, hogy megehették volna azt a több kiló csokoládét, de fogták magukat és elmentek a városban lakó szegényekhez megosztani azt, amiük van. Tehát ez így próbálunk élni egy kicsit. Én egy kicsit mondjam, tehát értékazonosságot érzek az alapítvány és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között. Egy bizonyos értelemben mi is közszolgálati feladatot látunk el a szónak abban az értelmében, hogy igyekszünk megvédeni, megtartani a szavaink igazi jelentését, a jót jónak tartjuk, a rosszat rossznak tartjuk, a jót igyekszünk megcselekedni. Ilyen értelemben próbálunk a magunk közszolgálatiságával, a környezetünk, a közvetlen környezetünkben élő emberek javára lenni. Ebbe a szellemiségbe készülünk mi a karácsonyra, addig is, ameddig a kis Jézus megszületik, mi példát veszünk róla, és azokat az értékeket, amelyeket tanultunk tőle, tovább próbáljuk adni. Én azt hiszem, hogy ez a zárszónak is kiváló volt. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és áldott boldog karácsony ünnepeket kívánunk, és reméljük, hogy akkor ezekkel az ajándékokkal mi is szebbé tehetjük a gyermekek karácsonyát. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre álltak.
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Viszontlátásra! Kedves nézőink, ez volt mai műsorunk. Várjuk Önöket legközelebb is a képernyők elé. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!